Nicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké Amen. Evangélium Szent Máté könyvéből. Nicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörű fiamon, koros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt, hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek titeket, hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt tanítványaival, a tanítványok hozzámentek és megkérdezték, miért nem tudtuk mi kihűzni. Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkor a hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok-e hegynek itt, mennyi nét abonda átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. az ember ilyetten hallja az Úr Jézus megállapítását, mert gyöngé a hitetek. És vajon az én hitem mennyire erős? És egyáltalán mit is nevezünk hitnek? Érdemes ezt a kérdést föltenni, hiszen sok ember a hitet azonosítja a templomba járással. Mások pedig hívőnek vélik az életüket, mert olykor imádságra ragadtatják magukat. Pedig hívőnek lenni nem egy viselkedésforma, hanem egy állapot. Mízom az Úristenben, ezért elfogadom a Szavát, és követem a tanítását. Így az értelem dolga ugyanis a hit, mégis a hitemből kiolvasható a tettem, illetve a tetteimből a hitem. Aki ugyanis elfogadja Isten tanítását, az a gyakorlatban is követi. De ez nem csupán egyfajta gyakorlat megvalósítása, hanem minden cselekedet hitben és hittel való végzése, vállalása. Meggyőződés arról, hogy érdemes a kettőt egybeolvasztani, az evilági tennivalóimat úgy véghez vinni, hogy azok Isten megdicsőítésére szolgáljanak, és Isten utasításai nekem. Ebből következik, hogy megszűröm mindazt, amit tennem kellene, és ha az megfelel Isten törvénynek, akkor bátran cselekszem, és meg is teszem az ő dicsőségére. Ha viszont ellenkeznék az Isten parancsából, akkor semmiképpen sem vállalom a tettet. Ez már egyben a természet fölötti életünk is, amihez hozzáadjuk a szentségek vételét, és így jutunk el az igazi Isten gyermeki élethez. De akkor hogyan lehet mégis gyöngje a hitem? Vagy úgy, hogy elfeledkezem mindenről, vagy azért, mert inkább akarok megfelelni az evilági elvárásoknak. És milyen módon erősítetem a hitemet? Ennek első módja a szentírás forgatása, az új szövetség alapos ismerete. Ehhez segít hozzá a vasárnapi szentmise az olvasmányaival és a prédikációkkal. Ha azokat nem unottan viselem el, hanem igazán ki akarom szírni belőle a Krisztusi életerőt, akkor komolyan hasznomra szolgál a lelki életben. Hozzá segít a növekedéshez a mindennapi ellenőrzés, amit más néven lelkiismeret vizsgálatnak mondunk. Rövid számadás az Úristen előtt a napi történésekről. Ez előbb-utóbb hozzásegít, hogy már a cselekvés előtt meggondoljam, mit és miért teszek és nem maradhat el a lelkismeret rendszeres karbantartása sem, ami a bűnbocsánat szentségének vétele, vagyis a szentgyónás. Az evangélium szövege világosan megmutatja azt a legfőbb módot is, ami erősítheti az ember hitét. Az apostolok a nekik adott hatalommal próbáltak élni, talán még arra is gondoltak, hogy na most megmutathatják, mennyire önállóak, és nem szorulnak rá mesterükre az ő segítségére. És pontosan ezért vallanak kudarcot. Majd az utolsó vacsorán fogják megérteni, és félreérthetetlenül felfogni, hogy mesterük nélkül semmire sem juthatnak az Úr Jézus kijelenti, nélkülem semmit sem tehettek. Ez nekünk is szól, éppen ezért hagyatkozzunk Krisztusra, mert hiszen ő a mi erőnk. Amen.